palotás, ebből pedig gyorsan megindulhatnánk palotás öles léptekkel. El is indult, kérdés, hogy lesz a játszótás, palotás beviszi középre. Még mindig előtte van magyarban egy pillanatra elakadt, némi szerencsével pedig Tóth Timoteusz, az kerül a labda, aki mellé lövi. Majd pedig az FK 1899 Szegeddel, tehát csoportbeli csapattal játszottak szintén egy 2-2-es döntetlent. Gonda közben beadja, és nagyon finom mozdulattal, ahogy ott kinyúlt. A vendégjátékos Tóth Lukács góljával, hát megvan az első Mórahalmi helyzet, az a nagy különbség, hogy ebből ők gólt szereztek, 1-0 tehát a Mórahalomnak. Gonda korábbi Makó játékos két perióduson át erősítette, hol az MB3-as, hol pedig az MB2-es csapatot. Beadás után, micsoda felső kapufa volt Dr. Szőkétől. Udvari, nagyon kapkodó a játék, kiveszi le Tóth ebben a pillanatban, és megint kapura lövi, ez pedig már sokkal jobb volt. A bedobás oda is megy, az ötös sarkára van is fejes, de Círják könnyedén ráfeküdt a labdára. Palotást csúsztatja meg, és ez még Dr. Szőkének jó. Frank kint van a kapujából, és 2-0. Hát ezt most összehoztam, akkori védelem itt próbál helyzeteket kialakítani, támad, szögleteket rúg, bedobások a kapu elé, majd pedig egy kontratámadásból és egy rosszul hátrafejelt labdából 2-0-ra növeli az előnyt a Mórahalom 57. percben. Szabadrugást kaptunk közben, míg én itt Dr. Szőke Péter érdemét soroltam, és Bány Tamás kapura is küldi a labdát Círjákra, kipattan, Makú érkezik, és egy Círjáktól egy újabb mentés, Kovács ismételt volna, de még mindig nálunk van a labda,